Rendkívül változatos a Balkán-félsziget növényvilága. Ez nem csak a szerbiai, hanem a külföldi kutatóknak is nagy lehetőséget nyújt a munkára. Ez az a fórum, ahol tényleg látjuk azt, hogy meddig jutottak a kollégák egy-egy kutatással, amiről tudjuk, hogy elkezdték, de itt tudunk beszámolni az aktuális eredményekről, a friss állásról. A növényvilág ismerete a tájékozódásban is sokat segít. Meni to najzanimljivije, znači neki ekosistemski pristup i kako da se snađemo, kako da po vegetaciji znamo gde smo, gde god da smo na zemlji i prosto me to zanima. Znači to je fokus mog istraživanja. U tom svetlu sam i objavljivala naučne radove, znači o vegetaciji Balkanskog poluostrava, pre svega travnoj vegetaciji. A péntekig tartó szaktanácskozáson Szerbiából és külföldről több mint 400 egyetemi hallgató és kutató vesz részt. Az eddig ismert növények mellett újak felkutatásával és ismertetésével is foglalkoznak. Današnje dešavanja koje imaju mutageni efekat na biljkama izazivaju sasvim drugačije promene na njima, a one mutacije koje su se desile u prošlosti za kojih stoje hiljade godina života i adaptacije na prirodne uslove su one koje su nam donele ove nove vrste. A 7. Balkáni Botanikai Kongresszust Goran Trivan, szerb környezetvédelmi miniszter nyitotta meg. Mi ćemo sada, kao što naši kolege sada nam sad ovo rade, na nivou države 4. decembra ugostiti zemlje iz čitave Južne Evrope, ne samo sa prostora Balkana, kako je bila inicijalna ideja. Dakle, Ujedinjene nacije, UNEP nam je ponudio da budemo domaćini konferenciji koja će se ticati inovacija i zapravo zagađivanja životne sredine. Az ötnapos tanácskozáson a résztvevők több tanulmányi kiránduláson, kerekasztal beszélgetésen vesznek részt, valamint kedden este a Tartományi Természetvédelmi Intézetben sor kerül a Magyar Természettudományi Múzeum kiállításának megnyitójára is.